Októberben a tervek szerint 430 egyetemista és főiskolás népesíti majd be az Újvidéki Európa Kollégiumot. Vajdaság Autonóm Tartomány nevében Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Hajnal Jenő elnök és Kis Gyula, az Európa Alapítvány igazgatója látta el kézjegyével a dokumentumot. Az eseményen részt vett Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke is. Pokrajina je investirala 572 miliona u izgradnju ovog doma. Rimokatolička biskupija je dala zemljište, a vlada Mađarske investirala 110 miliona u pripremne radove i u nameštaj. Mi smo im sporazumom preneli prava pokrajine nacionalni savjet, odnosno na studentski dom, zbog toga što verujemo da je važno da nacionalne zajednice definišu svoje prioritete i same opredeljuju politiku u oblasti kulture, obrazovanja, korištenja službenog jezika. Pajtics közös erőfeszítésnek tartja az Európa Kollégium, valamint a hasonló intézmények létesítését. Több mint 400 fiatal, magyar fiatal Újvidéken, a telepen, a Újvidék legmagyarabb részében, két a katolikus és a református templom közelében, alig néhány méterre itt van a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, tehát egy olyan szellemi magyar központot szeretnénk kialakítani, építeni, amely az itt élő magyarságnak nem csak hitet, erőt ad, hanem olyan alapokat is, amelyek arról szólnak, hogy az itt tanuló fiatalok befejezve tanulmányokat szülőföldön keresik majd boldogulásokat. Az Európa Kollégium ötlete 2006-ban született meg, építése most az utolsó fázisba lépett. A tartományi nagyberuházási igazgatóság illetékesei szerint az ígéretekkel összhangban októberben beköltözhetnek az első diákok. Csupán néhány kisebb feladat vár még elvégzésre. Megmaradt mindössze 35 millió értékben még a végső elszámolás után, valamint megmaradt még az, hogy a többlet munkáknak a pontos felmérése és azoknak a kifizetése. Tehát minden párhuzamosan zajlik, és én meg vagyok győződve, hogy a kitűzött határidőre birtokba vehetik az egyetemisták, és úgy érzem, hogy ez a legfontosabb. Az épület műszaki átvétele mellett az eddig raktárban tárolt bútorok beépítése, valamint az elektromos elosztóállomás ellenőrzése és egy alapos takarítás van még hátra.